Üdvözlöm Önöket, a heti tévé híradóját látják. Szijjártó Péter az Ukrajnában élő kisebbségek jogait még tovább korlátozó törvénytervezetekről azt mondta, a helyzet rendkívül súlyos, mivel senki sem vette komolyan azt a fenyegetést, amit az oktatási törvény jelentett. A külgazdaság és külügyminiszter a köztévén azt mondta, Ukrajna a helyet, hogy feloldaná a konfliktusokat, újabb javaslatokat tett a nyelvhasználat és az állampolgárság korlátozására. Például a színházi előadásokon ki kellene írni, ukránul is mi hangzik el, illetve az újságokat is két nyelven kellene megjelentetni. Az újabb korlátozások ellen a magyar kormány ugyanolyan keményen fel fog lépni, mint az oktatási törvény ellen, jelentette ki a miniszter. Mihály Tudosz, román miniszterelnök elfogadhatatlan és megbocsájthatatlan kijelentése miatt Német Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának Fideszes elnöke délután három órára összehívta a testület rendkívüli ülését. A román kormány fő múlt, múlt szerda este a magyar autonómia törekvésekkel kapcsolatban egyebek mellett azt nyilatkozta a Realitatea hírtelevíziónak, Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor nem tudom, milyen nap alkalmából zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is. További belföldi híreink. A Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt liberálisok vezetői hétfőn megerősítették azon szándékukat, hogy közösen indulnak a 2018-as országgyűlési választásokon és közösen támogatják Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltet. Molnár Gyula, Karácsony Gergely és Fodor Gábor egyetértenek abban, hogy csak széles körű együttműködéssel van esély a Fidesz leváltására, ezért arra kérik a demokratikus ellenzéki pártokat, hogy csatlakozzanak az együttműködéshez. A Demokratikus Koalíció EP képviselője arra szólította fel az egyházakat, hogy ne avatkozzanak bele a politikai életbe a választási kampányba. Niedermüller Péter arra reagált, hogy német László hódmezővásárhelyi esperes plébános azt ajánlotta a híveknek, ne a független Márki Zaj Pétert, hanem a volt alpolgármestert, a kormánypárti hegyedű Zoltán támogassák a település időközi polgármester választásán. A DK alelnöke azt mondta, hogy ami hódmezővásárhelyen történt, az a jó érzésű híveket is megbotránkoztatta. A következő években is az orvos hiány lesz az egyik legfeszítőbb pontja a hazai egészségügynek. Egy friss kutatás szerint az 5. és 6. éves orvostanhallgatók 40% a külföldi munkavállalást tervez, és túlnyomó többségük csak akkor jönne haza, ha alapvető változások történnének a gyógyítás itthoni körülményeiben, írta a népszava. A Szemelvejsz Egyetem Magatartás Tudomány Intézetének munkatársai a 2016-17-es tanévben négy hazai orvosegyetem egyetem hallgatóit szondázták online kérdőívekkel. A tervezek külföldi munkavállalást kérdésre 57,8%-uk egyértelmű nemmel felelt, további 38,1%-uk pedig határozott igennel. Minden 25. hallgató pedig biztosabban, hogy nem orvosként képzeli el a jövőjét, idézi alapafelmérést. felmérést. Az országot elhagyni kívánó orvostan hallgatók kétharmada az orvosi munkai és életkörülményeket, valamint a bérezést jelölte megdöntése fő okaként. Külföld. Oroszország kész támogatni a közvetlen tárgyalást az Egyesült Államok és Észak-Korea között a koreai válság rendezése érdekében, jelentette ki Szergei Lavrov, orosz külügyminiszter. A miniszter arra figyelmeztetett, hogy az Észak-Koreai válság katonai megoldása katasztrófához vezethet. Emlékeztetett rá, hogy Oroszország és Kína konfrontatív lépésektől való tartózkodásra hívta fel a konfliktusban érintett feleket. Mint mondta, az ilyen fellépések befagyasztása után Moszkva kész segítkezni Washington és Fenyán párbeszédének előmozdításában, a hatoldalú folyamat keretében, amelyben korábban a két Korea, Oroszország, az Egyesült Államok, Kína és Japán vett részt. Aggodalommal tölti el a német kormányt az Európai Parlament menekültügyi reformterve a egyesítésről szóló javaslat miatt, mondta a Szövetségi Belügyminisztérium szóvivője. Annegret Korf kérdésre válaszolva megerősítette a Der Spiegel című hírmagazin értesülését, amely szerint a berlini vezetés az országra nehezedő migrációs nyomás növekedésétől tart, amiért az EP azt javasolja, hogy az Európai Unióba belépő menedékkérőket azonnal irányítsák abba a tagországba, ahol az állításuk szerint élnek rokonaik. Ez szerint a feje Tetejére állítaná az eddigi rendszert bevezetni azt az elvet, hogy mindenki szabadon megválaszthatja, hogy hol kíván menedékjogi kérelmet benyújtani, ami az eddigiektől merőben eltérő migrációs mozgásokhoz vezetne az EU-n belül. Az olasz belügyminisztérium friss adatai szerint 2017-ben összesen 119.369 migráns ért partot náluk. Ez a szám 34,2%-kal kevesebb 2016-hoz képest, amikor több mint 181 000 bevándorló érkezett az országba. Az újság az olasz kormány és a líbiai nemzeti egység között tavaly nyáron megkötött megállapodásnak tulajdonítja a migrációs hullám megfékezését. A két ország megegyezett abban, hogy az afrikai ország szigorítja tengeri határait és a felségvizeinek ellenőrzését. Továbbá egy jelentés, jelentős olasz befektetési csomagért cserébe elkötelezték magukat az embercsempészettel szembeni fellépésre. Egyértelműen alátámasztja azt a korábbi izraeli álláspontot Mahmoud Abbas, a palesztin hatóság elnökének nyilatkozata, hogy az izraeli-palesztin konfliktus gyökere abban rejlik, hogy a palesztinok Izraelt semmilyen határral sem ismerik el. Mindez Benjamin Netanyahu mondta indiai útja során. A zsidó állam vezetője arra reagált, hogy Abbas kijelentette, nem hajlandóak amerikai közvetítése részt venni egy közel-keleti rendezésben. A Times of Israel összeállítása szerint az izraeli miniszterelnök látogatása során csak érintőlegesen volt szó palesztin kérdésről röviden megállapították a felek, hogy mindketten érdekeltek abban, hogy megkezdődjenek a béketárgyalások. Az izraeli hatóságok engedélyezték a palesztinoknak a gyorsabb adatátvitelt lehetővé tévő 3G mobil internet szolgáltatás bevezetését Cisziordániában, írta a Times of Israel. Izrael biztonsági megfontolásból évek óta halogatta az engedély megadását, és a gázai övezetben továbbra sem járultak hozzá a 3G bevezetéséhez. Cisziordániában két helyi társaságnál, a Vataniánál és a Javalnál lehet majd előfizetni már a hónap végétől az új szolgáltatásra. A Cisziordániában élő palesztinok és telepesek eddig csak olyan 3G vagy 4G szolgáltatást tudtak igénybe venni, amelyekre Cis Jordániában is szolgáltató izraeli cégeknél fizettek elő. Gazdasággal folytatjuk. A támogatások kifizetésének felgyorsítása, az állami beruházások elindulása, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény és az áfa kedvezmény együttesen eredményezték az építőipar 30%-os éves növekedését tavaly novemberben. Kommentálta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a legújabb statisztikai adatokat. A KSH legfrissebb közlése szerint tavaly novemberben az építőipari termelés 30,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbi alacsony bázist. A miniszter elmondta, hogy a hazai és az uniós források felhasználása jelentősen megnövelte a beruházási arányt. Emellett 2016-tól indult a csok, aminek köszönhetően folyamatos felvutással nőtt jelentősen a lakásépítési engedélyek kiadása és a megépült lakások száma. A csok támogatási rendszerével párhuzamosan az adókedvezmény is segítette a lakásépítések számának növekedését. 15 év alatt több mint 19 ezer milliárd forint uniós támogatásból fejleszthet Magyarország, hiszen a 2007-2013-as ciklusban a győztes pályázóknak kifizett 9222 milliárd forint után a kormány a 2014-2020-as időszakban is 10%-os túlvállalásról döntött az alanyi jogon járó 8900 milliárdnyi brüsszeli forrásokon túl. Így ebben az etapban a 9800 milliárdot is megközelítheti az egyenleg, írta a világgazdaság. A lap számításai szerint a teljes keret kifizetésén túl is 25%-os túligényléssel nézne szembe a kormány, ha minden pályázat automatikusan nyerne, hiszen eddig közel 125 ezer pályázat érkezett be, 12,2 milliárdos igényel. A siker arány azonban értelemszerűen nem lehet 100%. Végül sport További intézkedésig nem vezethet labdarúgó mérkőzéseket Tony Sápron, aki a Nantes Paris Saint-Germain francia bajnoki találkozón utána rugott az egyik játékosnak, aztán ki is állította őt. A hajrában a bíró és a visszafutó Nanti Diego Carlos keresztezte egymás útját, a futbalista véletlenül összekoccantotta az eléje bevágó játékvezető lábát. Sápron a földre került, majd még fél térde megrúgta a futbalistát, néhány pillanattal később pedig felmutatta neki a második sárgalapot, ezzel egyben le is küldte őt a pályáról. A a francia szövetség testülete azonnal visszavonta a sápró jelölését a 21. fordulóra. A bírónak hamarosan a szövetség fegyelmi bizottsága előtt kell beszámolnia a tettéről. Most következik az időjárás jelentés, híreinkről pedig bővebben a heti tv.com, illetve a brajerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Mélyen benne vagyunk a télben? Még ha csak naptár szerint, az időjárás csak ízelítőt adott a hónap parázsából. és minuszok, és azok is csak 10 alatti értékekkel. Hol vannak már azok a régió éjszakai mínusz 20 fokok és 20 centis hótakarók? Köszöntöm a kedves nézőket! Ráadásul ma már enyhül az időjárás, és jön a kellemetlenebb része a vegyes halmazállapotú csapadék, amíg éjszakon hószálingózás vagy hódara, délen havas eső, eső is ígérkezik, és átmenetileg ónoszítálásnak is nagy a veszélye. Mindehez a hajnal mínusz négyről plusz három fokig enyhül az idő. Mai nap melegfronti hatás van, holnap az ellenkezője várható, egy hidegfront érkezik majd térségünk fölé, de koncentráljunk mindig az aznapi dolgokra, különösen igaz ez ma, a többnyire felhős, szürke, gyakori csapadékra is kísért időjárás kedvezőtlenül hat a hangulatunkra, teljesítőképességünkre, figyelmetlenséget, fáradékonyságot okozhat. Még a légköri változásokra egyébként kevésbé érzékenyek is érezhetik ezeket a hatásokat. Ezeken a napokon kell mindenkinek a jó bevált házi praktikákhoz nyúlnia. Én is így teszek majd, és így várom önöket holnap, ugyanitt, legyen elemek ez a nap is, amennyire tőlünk telik. Viszontlátásra holnap!